A március 16-ára előrehozott szerbiai és az április 6-ai magyarországi parlamenti választás is téma volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Vajdasági Magyar Szövetséget vezető Pásztor István megbeszélésén. A magyar kormányfő és a VMS elnöke áttekintette a vajdasági magyar kulturális autonómia továbbépítésének lehetőségeit. A szerbiai Európai Uniós csatlakozási folyamat és a szerb alkotmánybírósági döntés tükrében. A VMS elnöke ismertette választási programját, beszámolt a terület és gazdaságfejlesztési programjukról, valamint az elöregedő háztartások és az újrafokozódó elvándorlás miatt magukra maradó idősek segítését célzó falugondnok és a szociális leszakadás megakadályozását segítő szolgálatról. Fontosnak nevezte a magyar hangsúlyú egészségügyi ellátás kialakítását és a szerb EU csatlakozási folyamatban való érdekérvényesítésüket. Orbán Viktor megerősítette, hogy a magyar kormány kész segíteni a VMS gazdasági, szociális és egészségügyi programjának megvalósítását. Kifejtette ugyanakkor, hogy a nemzet, így a vajdasági nemzet részfelemelkedésének is az a járható útja, ha határozott elképzelésekkel rendelkező és olyan pártja van, amely egyrészt parlamenti befutó, másrészt megvan a szükséges szakmai és politikai tudása. A magyarországi parlamenti választás ügyében a VMS vezetője arról tájékoztatta a magyar miniszterelnököt, hogy a vajdasági magyar közösség a lélek számánál jóval nagyobb arányban iratkozott fel a választói névjegyzékre, amiben szerepe volt a VMS mozgósító kampányának is. A találkozó alkalmával Pásztor István meghívta Orbán Viktort március 29-ére Szabadkára. A magyar miniszterelnök a meghívást elfogadta, így Kosztolányi Dezső születésnapján ellátogat az író szülővárosába.